Miss Elisa, hogy, hogy maga nem táncol? Mr. Darcy, engedje meg, hogy bemutassam ezt az ifjú hölgyet, és ajánljam, mint kívánatos partnert. Igazán nem mondhatja, hogy nem táncol, ha ilyen szépség áll ön előtt. Nekem a legcsekélyebb szándékom sincs táncolni. Kérem, ne higgye, hogy én azért jöttem ide, hogy táncpartnert keresek. Örülnék, ha megtisztelne azzal, hogy táncol velem, Miss Bennet. Köszönöm. De elnézést, én inkább nem táncolni. Ugyan, miért nem? Látja, Mr. Darcy nem vonakodik, noha általában véve korán sem kedveli az efféle mulatságokat. Mr. Darcy roppant udvarias. Igen, de hát miért is ne lenne az egy ilyen vonzó hölgy láttán? Mondhatna nemet egy ilyen partnernek, ugye nem, Darcy? Kérem, bocsássanak meg. Na hát. Jó, óriási, Lidia, óriási. A helikopter. Györgyi Anna, Jászai Mari Díaz színművész a vendégünk. Jó estét kívánunk. Jó estét. És éppen arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne ilyenben játszani. Milyen jó lenne, igen. De legalább te a hangodat adtad hozzá. Igen. Jó rég volt. Hát egy csodálatos emlék. Juhász Anna volt a szinkronrendező. Aki nagyon nem mindegy, hogy ki a szinkronrendező. Igen. És hát Szakácsi Sándor volt Mr. Darcy. A fiatal Colin Firth. Igen. Ő vele is csodálatos volt dolgozni, és hát Sinkó László volt Mr. Bennet, Mrs. Bennet Szabó Évi, Bertalan Ági volt, Jane, tehát egy nagyon-nagyon jó munka volt, nagyon élveztük. Egyébként, volt csak ezt a szemek kérdeznem tőletek. Jó, oké, tehát nem te kérdez, mert én mindent tudok erről. Szinkron színészektől, hogy ilyenkor én úgy hallottam, hogy a... Színészek vannak. Bocsánat, színészektől, de hogy ugye a szinkron hangokat az alapján választják ki, hogy mennyire hasonlítasz a karakterhez, ez valóban így van? Tehát, hogy te kaptál ilyen... Van, aki külső alapján oszt szerepet, de van, aki a lelki karakter. Szerintem az fontosabb. Aha. Tehát nekem nem kell, ha egy szőke hölgyet szinkronizálok, nem kell szőkének és nagyon vékonynak lennem, hanem lelki karakterben kell olyannak lennem. És akkor még arról is van szó egyébként az Anna esetében, hogy adott esetben valaki tudja hangilag hozni azt, amit az a színész adott esetben, vagy a karaktere megkövetel. Tehát az sem mindegy, hogy nem szoktak, hogy mondjam, afroamerikai, fekete, nagy darab figurákat vékony hangú színészekre osztani. Ezek most egy szélsőséget mondtam, de egyébként így van, nem? Hát igen, a Jennifer Hill is csodálatos volt benne. Nagyon kis naívnak, tisztelettudónak látszik a felszínen, de közben mindenről megvan a véleménye, nagyon jó kis szúros humora van, és nagyon sok melegség van benne. Tudja ilyenkor, vagy te tudtad az egész sztorit? Általában ugye az szokott lenni, hogy a színész nem nagyon ismeri a sztorit, hát a saját szerepét ismeri, ebben a helyzetben a színész csinálja, közben vagy megismeri, vagy nem, vagy már előtte adott esetben olvasta a könyvet. Ez nehézség egyébként. Igen. Hát Anna nekünk elmondta a történetet, én akkor még nem voltam nagyon otthon, tehát Jane Austen, meg Emily Dickinson, tehát ez az angol, akkor nem. Aztán utána volt szerencsém megcsinálni ezt hangos könyvben, na, úgyhogy felolvashattam az egészet és az összes szerepet. Én voltam. Én voltam Mrs. Bennet is, és az is nagyon nagy élmény volt, de hát ilyenkor a szinkronrendező elmondja, hogy mi a szituáció, miről szól a történet, éppen én most milyen lelki állapotban vagyok, mert ugye tekercsenként vesszük fel ezt. Ezt te jól tudod. Abszolút. Színészként ad valamit? Vagy mondjam, tehát ki tudod élni magad színészként egy ilyen szerepben? Igen. Nagyon jó. Én nagyon szeretem. Én annyira élvezem. Ez egy olyan élvezetes munka. Nagyon nagy koncentráció kell hozzá, ezt beszéltük is. Oda kell figyelni, meg strapásokat kell állni, de hogyha egy olyan színésznő van és egy olyan történet, mint például ez, akkor egy akkora élvezet, hogy én ott vagyok. Én ott voltam ezekben a ruhákban. És szerelmes voltam Colin Firthbe, ezt meg kell mondjam, Mr. Darcyba ugyanúgy, és tehát én nagyon szeretem ezt a munkát, hogyha nagyon jó minőségi filmet csinál az ember. Persze. De túl vagy egy olyan felvételen is, ahol pedig egy őrült nőt kellett szinkronizálnod, és azt mondtad, hogy az volt neked igazán így a kihívás, meg hogy ez nagyon tetszett. Ja, igen, most csináltuk Aprics Lászlóval, pont amikor így megbeszéltük, na, hogy hát mikor jöjjek, a másik nagy Aprics László, Vajda is, hát igen.
a Vád tanúját, és abban az kissé őrült házvezetőnőt szinkronizáltam, pont amikor megbeszéltük így az időpontot, amin hát olyan skálákat lehetett végigjárni, tehát szerelmes volt az asszonyába, és hát aztán a végén őt ítél, hát a Vád tanúja, őt akasztották fel szegény, de hát nagyon nagy élmény volt, örjöngeni. Hát ez is gondolom színészileg ad. Hát hogyne. Persze. Meg tud lepni téged egy-egy szinkron szerep? Tehát, hogy kihívásként tekintesz rá? Kihívásként hát persze, nekem mondjuk a Lars von Trier az egyik kedvenc rendezőm, filmrendező, és a Hullámtörés című film, szerintem az egyik legjobb film, és abban szinkronizálhattam a Betz szerepét, a főszereplőt, aki beszélget Isten. Hát most nem akarom megmondani a történetet, de ott is annyiféle hangon kellett beszélni, és annyi mindent bejárni, hogy én ezekre a munkákra ugyanolyan büszke vagyok, tehát hogy tudom, engem a házból a Sziszi magyar hangjaként ismernek, hogy valószínű ez úgy rajtam ragad, meg az Emily, ugye, Amelie csodálatos élete, tehát hogy vannak ilyen szerepek, meg a Juliette Binoche, de én, ha lehet mondani, hogy... Találkoztál a fél világ amerikai színésztőjével. Igen, de ha azt kell, nekem például ez a szerep az, ami, hogyha a top 3, akkor ez a Hullámtörés, ez benne van, mert ez annyira felkavaró volt, úgy utána én, aki csináltam egy hétig, a hatása alatt voltam. Mindig ilyen hangod volt, hogy már a főiskolán is, hogy ezeket bármikor meg tudtad volna csinálni? Nem. Vagy erre az ember? Nem, ilyen hangom volt a főiskolán. Ilyen nagyon levegősen és magasan beszéltem, mint Marilyn Monroe. És Ságodi Gabi beszédtanárunk volt a főiskolán. Aki az enyém is volt. Is. Aki csinált nekem egy mellhangot. Tehát ebből a levegős, hát így nem lehet színpadon beszélni, csinált egy mellhangot, különböző gyakorlatokkal, keményen, katonásan, lágyan, stb. Ezeket te ismered. Úgyhogy ez egy nagyon nagy köszönöm neki innen, a távolból. De Anna, téged is leginkább a hangod alapján ismernek meg? Hogy van ez? Tehát, hogy a szinkronok miatt ugye nyilván... Igen, szerintem a hangom alapján mindig megkérdezik, hogy ne haragudjon ön, véletlenül nem egy szinkron hang. És akkor így hosszan nézem, és azt mondom, hogy nem. Pedig annyira ismerős a hangja, mintha egy szinkron színésznek lenne. Nem, mondom, mert ez valami tévedés. Miért furcsa játéka? Vagy most ugye beindult a Mi kis falunk, amiben én is úgy szerepelek, itt vannak ilyen találkozások, hogy én ezt a nőt valahol már láttam. Talán egy szinkron hang, de nagyon büszke vagyok a színpadi munkáimra, tehát persze. Amit már úgy 35 éve űzöm, és... Apropos, most mire készülsz? Van-e valami? Most volt a Rózsavölgyibe egy bemutató, az Apró betűs szerelem, most pedig Csábi Annával kezdek próbálni, aztán megint a Rózsavölgyiben. Tehát akkor abban nem hagyod? Nem. Csinálom, amíg bírom. Abban lehet ezt egyáltalán hagyni, szerintem nem. Nem, ez egy szenvedély. Jó, és ilyenkor, amikor... Szóval el tud fáradni egy színész, amikor ennyi mindent csinál? Van benned lendület? Mert oké, hogy mennyire szeretem. Van, mindig kapok erőt, néha úgy elfáradok, hát természetes, már 50 fölött vagyok, meg nem csak a kor. Jó, hát nem csak a kor, hanem hogy ha az ember sokáig nem kap impulzust, vagy azt érzi, hogy most nem olyan munkákkal találkozik, akkor egy kicsit el tud fásulni, de mindig jön valami, olyan partner, olyan rendező, olyan darab. Itt is például Szakácsi Sándor, muszáj elmondjam kétszer, háromszor, ötötször, hogy a mestere volt a munkájának, és hát nem csak a szinkronnak, színpadon is. Színpadon is fantasztikus volt. Igen. És akkor azt még visszacsatolom a Büszkeség és Balit élethez, hogy a sorozat második és harmadik részével folytatódik majd a történet az Elmötön, szombaton és vasárnap 19 órától láthatják a nézők, és köszönjük akik szépen. Akik egy csodálatos szerelmi történetet akarnak, de szerintem erre mindenki vevő. Abszolút. Köszönjük, hogy itt köszönjük volt. Én is köszönöm.